Szeretettel köszöntöm a megjelent kedves tagokat ezen a közgyűlésen, és szeretettel köszöntöm a meghívott kedves vendégeinket is. Még mielőtt a hivatalos közgyűlés megtárgyalására rátérnénk, kérem, emlékezzünk meg az elmúlt egy évben tagjaink közül eltávozott kedves tagokra, Vince Mihály bácsira és Török Imrére, aki a felügyelőbizottság elnöke volt az elmúlt időben. Kérem, hogy egy perces felállással áldozzunk emléküknek. Köszönöm szépen! Rátérünk a közgyűlésünk hivatalos részére, és újból köszöntök mindenkit szeretettel, és szeretettel köszöntöm a megjelent és meghívott kedves vendégeinket, közöttük Pánti Ildikó úrhölgyet, képviselőasszonyt, aki a Karcag város önkormányzatának idegenforgalmi, társadalmi és a külkapcsolati bizottságának az elnöke. Köszöntöm Rab János urat, a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület elnökét, köszöntöm Kis Károlyné úrhölgyet, a mozgáskorlátozottak, Jász-Nagykun Szolnok megyei egyesületeinek, Karcagi csoportjának csoportvezető helyettesét. Köszöntöm a megjelent médiát és média képviselőit, és köszönjük, hogy hírt adnak szerény kis egyesületünknek az éves munkájáról. A mai közgyűlésünket megnyitom. Megállapítom, hogy a közgyűlés egybehangzóan hozzájárult ahhoz, hogy a levezető elnököt válasszunk. Mivel az alapszabály szerint levezető elnököt kell választani, így kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy én legyek a levezető elnök, kézfelnyújtással szavazza meg. Más vélemény van-e? Nincs. Tehát a közgyűlés levezető elnöknek engem, vagyis Bodnár Zoltánt választott meg. Megállapítom, hogy az egyesület közgyűlését az elnök szabályszerűen, az alapszabálynak megfelelően hívta össze. Az egyesület tagsága a mai napon 95 fő, jelenléti ív szerint jelen van 69 fő, amely a taglétszámnak a 70%-a. Mivel a közgyűlés akkor határozatképes, hogyha a tagoknak 50%-a plusz egy fő jelen van, megállapítom, hogy a közgyűlésünk határozatképes. Az alapszabály szerint jegyzőkönyvvezetőt és hitelesítőket kell választanunk. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Szabó Lászlóné tagot, hitelesítőknek Nagy Jánosné és Kuruc Imre tagot. Amennyiben a tagság egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzák meg. Megállapítom, hogy a taggyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Szabó Lászlónét, hitelesítőknek Nagy Jánosnét és Kuruc Imrét egyhangulag megválasztotta. Tisztelt közgyűlés, a közgyűlés napirendjét terjesztem
a közgyűlés elé a következőket javaslom. Első napi rendi pontként az Egyesület elnökségének a beszámolója a 2015 évi tevékenységről, a 2015 évi egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás megállapításáról, előadó az Egyesület elnöke. Második napi rendi pont az Egyesület 2016 évi költségvetésének az előterjesztése, a 2016 évi program és feladatok meghatározása, előadó az Egyesület elnöke. Harmadik napi rendi pontként a 2016 évi tagdíj megállapítása kerül megtárgyalásra, előadó az Egyesület elnök ez esetben is. Negyedik napi rendi pont elnökségi tag választása, mivel egy elnökségi tagunk elment és helyette választanunk kell, ez nyílt szavazással történik. És ötödik napi rendi pontként egyéb észrevételek, hozzászólások és egyebek kerülnek megtárgyalásra. Ezért megkérem, aki a napi rendi pontokat elfogadja, készfelnyújtással szavazza meg. Újabb napi rendi pont, egyebek nincs. Megállapítom, hogy a taggyűlés a napi rendi pontokat elfogadta, és most kérem meg az elnökasszonyt. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt taggyűlés! A Karszagi Nyugdíjas Barátok Egyesülete nevében nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet, külön tisztelettel köszöntöm a meghívott vendégeket. Köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat és megtisztelték jelenlétükkel közgyűlésünket. Külön szeretném megköszönni Dobos László polgármester úrnak távollétében, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a termet a közgyűlés idejére ingyen és bérmentve. A 2015 évi beszámolómat az Egyesület alapszabályának megfelelően teszem meg. Az Egyesületünk taglétszáma 2015 évben 95 fő volt. Az újonnan belépő tagok 2015 évben a következők. Megkérném, hogy akinek olvasom a nevét, legyen szíves felállni, mert van, amikor nem ismerjük az új tagokat. Kuruc Imre, Kuruc Imréné. Gulyás Jánosné. Köszönöm. Csótó Sándor, Hajdú Lászlóné, ők betegek, nem tudnak jönni. Baranyai Lászlóné. Ibolya. Bagdi Lászlóné, ő sem tud jelen lenni. Bodnár Sándorné. Bodnár Sándorné, Marika, légy szíves. Lipai Mihályné. Bíró Károly. Ő nincs. 2016 évben is vannak újonnan belépő tagok, a vezetőség már elfogadta a belépésüket, ők a következők. Nagy András, Nagyné Mészáros Zsuzsanna, Tóth Mihály, Tóth Mihályné, Csombordi Piroska, ő most nem tud jelen lenni, Barát Lajosné, Irénke, köszönöm, és Szentesi Imre. Vagy István, elnézést. Kívánom, hogy érezzék jól magukat Egyesületünkben. Egyesületünk 2010. szeptember 21-én alakult 30 fővel. Célja: szociális tevékenység, idős nyugdíjasok segítése, gondozása, egyéb rászorulók felkarolása, társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. Egészségmegőrző programok szervezése, lebonyolítása, egészségfelmérésben segítségnyújtás. Kulturális tevékenység keretében kulturális események rendezése, mely elősegíti a közösségi gondolkodás kiterjesztését, a közhangulat javítását. Az Egyesület feladata pedig az alapszabály szerinti működés biztosítása. Az elmúlt évben is, a korábbiakhoz hasonlóan Egyesületünk eseményekben gazdag évet zárt.
Több élményben gazdag összejövetelt kirándulást szerveztünk tagjaink részére. Már február hónapban megkezdtük a zenés társas összejövetelünket a Falsanggal, március hónapban a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöttük egyesületünk hölgy tagjait kedvezményes vacsorával és ajándékkal. Több zenés összejövetelt tartottunk az SZNKFC ebédlőjében, így az idősek napját, a szilveszteri mulatságot. Ezen kívül augusztus hónapban már-már hagyománnyá válik, hogy a Morgó csárdában való szabadban főzés, amit sátorban ülve fogyasztottunk el, zene és mulatsággal egybeköszve. Szervezetünk színházlátogatást szervezett az Operett Színház előadásában, a Mágnás Miska című operettet néztük meg, korlátozott számban kaptunk jegyet, így csak 54 fő vehetett részt. A rendezvényeken kívül szerveztünk kirándulást is, az Erzsébet utalvánnyal egy 20 fős társaság vett részt Gánton, köztudott, hogy a tavalyi évben nagyon kevés tagunk kapott Erzsébet utalványt. Majd Szlovákiába szerveztünk 3 napos kirándulást, ami nagy sikert aratott a tagság körében. Mindkét helyen nagyon sok szép látnivaló volt. A kulturális tevékenység keretében részt vettünk a különböző városi rendezvényeken is, így a Dériné Kulturális, Turisztikai Sportközpont és Könyvtár által szervezett Ajándékozzunk zenét az időseknek című ünnepi hangversenyen az idősek napja alkalmából, és szintén a Dériné által szervezett Falsangon is részt veszünk minden évben. Meglátogatjuk idős beteg tagtársainkat, szükség esetén segítséget nyújtunk, főleg lelki segítség ez, ami nem elhanyagolható, mindezt közhasznú tevékenység keretében látjuk el. A városban több egyesülettel jó a kapcsolatunk, szinte testvér egyesületként emlegetjük őket, hiszen tagjaink nagy része részt vesz így a Nagykunbajtási Egyesületben, a Mozgáskorlátozottak Egyesületében, illetve a Márkus Tisza Nóta Klubban is. Részt veszünk a városban tartandó Karcagi Országos Nyugdíjas Fesztiválon. Egyesületünkből 15 fő tagja a Márkus Tisza Nóta Körnek önkéntes tevékenység keretében a Karcagi Szociális Otthon idős beteg lakóinak karácsonykor műsort adtunk, ezzel segítettük az otthon lakóinak felettetni magányukat, és ha csak rövid időre is, karácsonyi hangulatot teremteni, kicsit javítani az amúgy sem könnyű sorsukon. Ezzel elősegítjük a közösségi gondolkodást, a közhangulat javítását. Egyesületünk egy fő ülnököt jelölt, az önkormányzat elfogadta, így Ferenci Eletnétát az én személyemben képvisel az egyesületünk bírósági ülnökként. A vezetőség általában havonta ülésezik, esetenként többször is, mivel helyiségünk nincsen, így az elnök lakásán tartjuk a vezetőségi üléseket. A irodahelységgel kapcsolatban a héten rágyaltunk a polgármester úrral, talán már, ha minden igaz, akkor azt mondta, hogy 99%, hogy fogunk kapni rövidesen. A pályázatok. Figyelemmel kísérjük a különböző pályázati lehetőségeket, így a városi önkormányzat és az emberi erőforrás támogatási osztály részéről meghirdetett civil szervezetek működési célú támogatása 2015 című pályázatán 250 ezer forint támogatást nyertünk. 2015. decemberi 12-én kaptunk erről értesítést, a pénz még nem került kiutalásra, a pályázati összeggel 2016. március 31-kel elszámolni. Pályáztunk a civil szervezetek 2016 évi működési célú támogatásra is, ezt is befogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, elfogadásra került, majd a későbbiek folyamán fognak dönteni az összegről. 2015. decemberében a Karcag Városi Önkormányzat képviselőtestülete pályázatot hirdetett az államháztartás körébe nem tartozó szervezetek támogatására. Ezen a pályázaton egyesületünk 60 ezer forint támogatást nyert, ezt az összeget 2015. decemberében megkaptunk, az elszámolás megtörtént az önkormányzat felé.
még mindig nincs vége a pénzünknek, ugyanis a személyjövedelemadó 1%-ából 2015-ben 128.831 forintot sikerült összegyűjtenünk. Természetesen ezeket az összegeket a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni, valamint a pályázati feltételeknek megfelelően határidőre elszámolásra kell, hogy kerüljön. Ezeket az összegeket kirándulásra és különböző rendezvények támogatására kívánjuk felhasználni. Szeretnénk a jövőben is minél több színes programot szervezni, ehhez viszont a vezetőségen kívül a tagság működésére is szükségünk van. A rendezvények befizetése még egyelőre a Rákóczi út 3 szám alatt történik, a mozgássérült a Karcsadi szervezetének irodájában, amit köszönjük szépen Németné Marikának, hogy helyet biztosít nekünk erre az időre. Mindenkit megkérnénk a befizetés pontosságára, mivel nekünk is jelezni kell az SZNKFC felé igényünket megfelelő időben. Aki betegség miatt nem tud eljönni és befizeti az ebédet, közben el akarja vinni, kérem jelezze felém, mert amikor fizetésre kerül a sor, kellemetlen, hogyha nem egyezik a létszám. Volt már olyan, hogy aki hátulról elvitte, nem tudtunk róla, közben kihozták, tehát ezt kerüljük el, mert amit megrendelünk, ki kell fizetni. A civil szervezeteknek nem csak a számvételi törvénynek, hanem a kormányrendelet előírásait figyelembe véve kell az éves beszámolót elkészíteni. A beszámoló formáját a szervezet által folytatott tevékenység az általa az alaptevékenységből és a vállalkozási tevékenységből előtt éves bevétel nagysága, valamint a könyvezetés módja határozza meg. A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok könyvezetési és beszámolási szabályait a 224/2012-19-i kormányrendelet szabályozza. Egyesületünk ennek megfelelően egyszerűsített mérleget, eredménykimutatást kell, hogy készítsen 2016. május 31-ig, és ehhez szükség van arra, hogy a közgyűlés elfogadja. A beszámoló része a közhasznú melléklet is, a beszámolót letétbe kell helyezni az Országos Bírósági Hivatalnál. A tavalyi közgyűlésünkön módosítottuk az alapszabályt, az új civil törvény és az új polgári törvénykönyv szabályainak megfelelően a Szolnok megyei törvényszékhez benyújtottuk, még nem kaptunk rá választ. Irodahelységgel kapcsolatos igényünket minden évben, mint most is beadtuk az önkormányzat felé, tárgyaltunk már többször, de a héten már voltunk személyesen a polgármester úrnál. Itt szeretném megköszönni a vezetőség önzetlen munkáját és minden tagságunk tagtársunk munkáját, aki hozzájárult a rendezvényeink szebbé, színesebbé, hangulatosabbá és sikeresebbé tételéhez. Mindenkinek további jó egészséget, jó munkát, a vacsorához jó étvágyat és jó szórakozást kívánok, és nem utolsó sorban szeretném köszönni minden kedves Zsuzsanna nevű tagtársunkat. Megköszönöm elnök asszony részletes beszámolóját az elmúlt évről. Ezeket ti is tudjátok, hiszen mindezt, amit ő elmondott, azt mi együtt veletek csináltuk meg, tehát mindenki részletesen aktív részvevője volt a dolgoknak, kivéve a számokat, ugye azt ő hozta össze a különböző adatokból. Megkérdezem, hogy aki elfogadja a 2015 évi beszámolót, készfelgyújtással szavazza meg. Köszönöm. Ellenvélemény hozzászólás nincs. Aki elfogadja a 2015 évi egyszerűsített mérleg és eredménykimutatás adatait, az is kész felnyújtással kérem, szavazza meg. Más vélemény, hozzászólás nincs. Megállapítom, hogy a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesületének 2015 évi egyszerűsített mérlegét
és eredmény kiutatását, mely szerint az eszközök és források egyező végösszege 311 000 forint, az Egyesület 2015 évi nyeresége 236 000 forint, a közgyűlés egyhangulag elfogadta. Megkérem az elnök asszonyt a második napirendi pont előterjesztésére, mely a 2016 évi költségvetés és egyéb programok meghatározása. A 2016 évi tervezett költségvetés a következőképpen alakul. Tagdíj bevételünk 95 fő van jelenleg, 1500 forint a tagdíj, 142.500 forint. Támogatások, amit ugye az Emberi Erőforrások Minisztériumából fogunk kapni, reméljük rövidesen, 250.000 forint. Az önkormányzat, ha ír ki pályázatot, 60.000 forintot terveztünk, az SZIA 1%-ából pedig 120.000 forintot. Ezt ugye csak tervezni lehet, nem tudjuk pontosan megállapítani, ez összesen 572.500 forint. Tervezett költségek, postaköltség 5.000 forint, nyomtatópatron 16.000, fénymásoló papír 5.000, saját gépkocsi használat 20.000, tagdíj az életet az éveknek, erről majd fogok beszélni, 5.160 forint, bérleti díj 100.000 forint, vendéglátás 30.000 forint, telefonköltség 30.000, kirándulásra 100.000, egyéb költségeket pedig 50.000 forintot, ez összesen 421.160 forint, és a különbözet 151.340 forint marad, ha ezeket tudjuk teljesíteni. A 2016 évi program meghatározása a következő. Egyesületünk belépett az Életet az éveknek országos szövetségébe, ahol sok kedvezményes üdülésre, nyaralásra van lehetőség. A tájékoztatást megküldte az országos szervezet, majd a vacsorán itt van nálam, meg lehet tekinteni. Akit érdekel, aki nálunk tag, mert mivel az Egyesületbe lépett, 5100 forintot kell fizetni egy évre egy egyesületnek, és nagyon sok kedvezményes nyaralási lehetőség van, előszezonban, főszezonban, majd akit érdekel, az jöjjön hozzám, és akkor meg fogom mutatni. 2016. február hónapra tervezik ugye a taggyűlést, majd utána a vacsorát. Március hónapban a Nemzetközi Nőnap alkalmából zenés táncos ebédet fogunk az Essen Kft-ben szervezni. A vacsoránál mindenki megkapja a meghívót. Ez március 19-én lesz, a többi városi rendezvényeket figyelembe véve, mert ugye egyszerre, nem mindenki egyszerre tartsa a nőnapot, egyeztetünk az egyesületekkel, mert akkor ugye nem tud mindenki ott lenni. 2016. április 30-án a Budapesti Operett Színházba a Csárdás királynő című operett megtekintésére 50 darab jegyet sikerült szerezni, mivel a busz is 50 fős lesz, lehet jelentkezni, 4000 forint a jegy változatlanul és 2000 forint a busz. A jelentkezés sorrendjébe, lehet nálam jelentkezni már a vacsoránál, jelentkezés sorrendjébe tudjuk biztosítani, korlátozott szám 50 jegyünk van, 50 fős a busz, ugye nem tudunk több embert elvinni. 6.-7. sorba sikerült jegyet szerezni, már a jegyet el is hoztuk, úgyhogy most nálam van, nem úgy, mint a múltkor, hogy ott kell szétszeregetni, tehát ugye nem tudjuk, hogy történik előre. Május hónapban kirándulást szervezünk, több naposat, valószínű 3 vagy 4 napos, ezt majd még a következőben fogjuk megmondani, hogy hova. Folyamatban vannak a szervezések, kaptunk árajánlatot többfelől, majd a jövő héten a vezetőségülésen eldöntjük, hogy melyik lesz a kedvezőbb. Természetesen figyelembe vesszük azt, hogy a országnak ebben a régiójában a nyugdíjasoknak alacsony általában a nyugdíja, tehát hogy olyan pénztárca kímélő kirándulásokat szervezünk, lesz részesfizetési lehetőség, hogy minél többen el tudjunk menni. Június hónapban szalonnasütést tervezünk, illetve a birkafőző versenyen a tagság részére elvitelre birkafőzés lesz. Július hónapban szünetet tartunk, ugye egy hónapban egyszer általában, akkor mindenki szabadságon van, unokázik, nyaralni megy.
Augusztus hónapban, már megvan az időpont, augusztus 13-án lesz a Morgó csárdában a főzés, sátorban zene-tánc, már le kellett foglalnunk a termet ahhoz, hogy megkapjuk, mert nagyon sok rendezvény van. Még visszatérve áprilisra, tehát a színházon kívül még szervezünk attól egy ilyen zenés vacsorát, mivel nem tud mindenki eljönni az Operett Színházba. Szeptember hónapban az SNKFC-ben zene és táncos összejövetelt, majd október hónapban az Idősek Világnapja rendezvény, 2016. november hónapban szintén zenés összejövetel, majd december hónapban igény szerint vagy Mikulás ünnepség vagy szilveszteri mulatságot rendezünk. Tervezünk még egynapos kirándulást is, de még az időpont egyeztetés alatt van. Mindenkit értesítünk, ha meg lesz az időpont és a hely. Én ennyit szerettem volna elmondani, ha valakinek valamilyen igénye vagy hozzászólása van, akkor kérem, hogy hagyj jelezze. Köszönöm. Megköszönöm elnökasszony előterjesztését a 2016-os programra vonatkozóan. Biztosan van nektek is észrevételeitek ezzel kapcsolatban, javaslat, kiegészítés, ha van, akkor kérem, hogy tegyétek meg. Vagy gyűjtsétek össze magatokba, és utána kitetlen formában is el lehet mondani, hogyha van még ehhez kiegészítés, javaslat, más javaslat. Úgyhogy nyitottak vagyunk rá, hogy ezt kibővítsük, kiegészítsük, vagy esetleg módosítani tudjunk rajta. Ha nincs, akkor megkérem, hogy a 2016 évi költségvetést az előterjesztéssel azonosan készfelnyújtással szavazza meg a kapcsán. Más vélemény hozzászólás nincs. Megállapítom, hogy az elnökség 2016 évre vonatkozó költségvetését és a 2016 éves programot az előterjesztéssel azonosan elfogadta. Következő napirendi pontunk az elnökségi tagoknak a kiegészítése, mivel időközben egy fő kimaradt az elnökségből, így helyette új tagot kell választanunk. Megkérem az elnökasszonyt, hogy ezzel kapcsolatos, ami terjessze elő a elnökség. Az Egyesület alapszabályának figyelembe vételével, ha a vezetőségi tag nem jelenik meg több hónapon keresztül az Egyesület vezetőség ülésén, többszöri felszólítás ellenére sem, akkor az alapszabály szerint vissza kell hívni, és új vezetőségi tagot kell helyette választani. Ez nálunk most megtörtént, Csurála Jánosné nem jelent meg május óta vezetőségülésen felszólítás ellenére sem, így az Egyesület vezetősége úgy döntött, illetve a tagságnak meg kell szavazni, hogy visszahívjuk, és helyette egy fő vezetőségi tagot kell választani, mivel az alapszabály előírja, hogy 5 plusz 2 fős a vezetőség, és az előzetes egyeztetések és megbeszélés alapján javaslom Csombordi Sándor tartásunkat a vezetőségi tagnak. Sanyi, légy szíves, állj már föl. Aki egyetért a Sanyi vezetőségi tagjáért, kérem készfelnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a taggyűlés egyhangulag elvállalta. Köszönjük. Tessék? Visszahívtuk egy úttal, azt is kérem megszavazni akkor, hogy visszahívjuk, mivel nem jelent meg. Hát együtt akartam szavaztatni, de a jogszabály szerint jó. Tehát akkor aki egyetért azzal, hogy mivel nem jelent meg egy fél év a vezetőségben, hogy visszahívjuk, készfelnyújtással szavazzon, és akkor az új vezetőségi tagnak is szavazzunk még egyszer, és akkor megállapítjuk. És köszönjük szépen Sanyinak, hogy elvállalta, és a munkájához jó egészséget kívánunk az elkövetkezendőkben. Jövő héten szerdán 13 órakor már lesz a következő vezetőségülés, várunk szeretettel. Köszönöm szépen. Megköszönöm elnökasszonynak az előterjesztést is, hogy a tagság elfogadta az előterjesztést. Hozzászólások következnek napirendi pontként.
megkérdezem, hogy ki akar hozzá szólni. Pánti Ildikó úrhölgy kér szót. Tisztelt közgyűlés, kedves jelenlévők, nem is hozzászólással készültem én, csupán néhány gondolatos köszöntővel, nagy szeretettel, megbecsüléssel köszöntök mindenkit. Öröm számomra, hogy szinte mindenkit ismerősként köszönthetek. Ez azt jelenti, hogy a városban gyakran találkozunk, különböző egyesületek rendezvényein, ünnepségeken, és ez így van jól. És engedjék meg, hogy városunk polgármesterének köszöntését, képviselőtestületünk köszöntését is átadjam nagy megbecsüléssel, tisztelettel, hiszen a városban jól működő egyesületek között tartjuk számon ezt az egyesületet is. Számomra második alkalommal adódik lehetőség az elmúlt évben és most, hogy részt vehetek a közgyűlésen, és örömmel látom azt, hogy a jelenlévők szép számban, érdeklődéssel, elnökasszony tájékoztatóját, beszámolóját elfogadva, nagyon nagy öröme számunkra, hogy ilyen jól működő egyesületek vannak. És ahogy végignézek a soraikon, azt látom, hogy nagyon sokan, és említette az elnök asszony is, hogy más egyesületben is részt vesznek, és ez így van jól, hiszen egy településen élünk, az egyesületek egymásba fonódnak, mert mindegyiknek van sajátosan talán profilja, sajátosan elképzelése, programja, más, de ugyanakkor egymáshoz kapcsolódnak. És ez nagyszerű dolog, és bízunk benne, hogy a jövőt illetően is ez így lesz. Gratulálok az elnök asszonynak, hiszen a tájékoztató alapján, meg a gazdasági beszámoló alapján azt is hallhattuk, hogy kérem, itt pénz is áll a házhoz. Tehát ez is nagyon fontos, hogy egy egyesület van miből, hogy táplálkozzon. És nagyon jól gondolja az egyesület, már a múlt évben is erre jó példa volt, hogy pályázni kell. Pályázni minden olyan lehetőséggel, amely adódik, akár helyi szinten, akár nagyobb szinten, mert ma jó részt az egyesületeknek a szerény tagdíjon kívül ebből van lehetőségük, ebből van pénzük, és nagyon-nagyon üdvös dolog, és örülünk neki, hogy ez így van. Polgármester úr és a képviselőtestület is nagyon fontosnak és megoldandó feladatnak tartja az egyesületek részére egy olyan helynek a biztosítását, ahol elhangzott ez már több alkalommal is, ha nem is rendezvényeket, de összejöveteleket, tehát egy helyhez kötődésük legyen. Megoldásra váró feladat, napi renden tartjuk, és bizonyára, hogy megoldás is kínálkozik az elkövetkezendő időben. Ami újszerű számomra, és nagyon fontosnak tartom, és nagyon üdvös dolog, és nagyon kell, hogy erre is gondoljunk. Említette az elnök asszony azt a karitatív munkát, amely az egyesületben adott tagság részéről megvan, azon emberek számára, akik igénylik a segítséget, nem csupán az anyagi segítségre gondolván, a városlakók közül idős emberek, egyedül élő emberek segítséget igényelnek, mert esetleg családon belül nem tudják úgy megoldani, az ellátórendszer nem tudja úgy megoldani, de minden szíves szóval és minden szeretettel azok, akik meglátogatják, elmennek, elbeszélgetnek, már az is eredmény. És ez úgy érzem, és úgy tudom, hogy ennél a szervezetnél ez egy kiemelt fontos feladat. Tessenek ezt tovább tenni, mert mindenki örül ennek, aki otthonában egyedül él, és esetleg ismeretségi körből valaki rányitja az ajtót, és ez fontos. És köszönöm, és további szép együttlétet, kellemes időtöltést az egyesületnek, a vezetőségnek gratulálok a éves munkájához, önökkel együtt, a tagsággal együtt, és további szép időtöltést,
Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Megköszönöm Pánti Ildikó úrhölgy képviselőasszony hozzászólását. Köszönjük az elismerő és biztató szavakat. Bízom benne, hogy a jövőben is tudjuk hasznosítani az itt elhangzottakat, és még tovább fejleszteni az ezzel kapcsolatos tevékenységünket. Köszönjük szépen, hogy megtisztelt bennünket, és emelte közgyűlésünk színvonalát jelenlétét. Szeretném leszögezni, hogy egyesületünk természetesen szigorúan betartja a számviteli és pénzügyi szabályokat, tehát ha valaki félreértette volna, vagy nem úgy értette volna, egyesületekben szigorúan mindenről számla készül, és számla ellenében történnek a kifizetések. Tehát ezt fontosnak tartottam, hogy elmondja. Ettől eltérő tájékoztatás valószínűleg tévedés volt, hogyha volt. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólások? Ha nincsenek, megköszönöm az elnökség nevében az elnökasszonynak az eddig végzett munkáját. Mindenki tudja, hogy ugyanúgy ő, mint az elnökség, társadalmi munkában végzi a feladatát, tehát ő ezért díjazást nem kap, csak úgy, mint az elnökség tagjai. Mi úgy gondoltuk, az elnökség, hogy ezért egy csokor virággal megköszönjük a végzett munkáját, és egy csokor virággal köszönjük Pánti Ildikó képviselőasszonynak is, hogy megtisztelte a közgyűlésünket jelenlétével. Elnökasszonynak is megköszönjük, és további munkájához sok sikert kívánunk! Megkérdezem, van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása, egyéb? Ha nincs, akkor megköszönöm a részvételt, és a közgyűlést bezárom. Mindenkinek jó szórakozást, a továbbiakban jó egészséget, és minden jót kívánunk az elnökség nevében. Viszont...